Inas hónapok Washingtonban. Kettős hadifogság. A megérkezésünk utáni nap reggelén bementem a követségre. A követ nagyon barátságosan fogadott. Érdeklődött, hogy vagyok, hogy utaztunk, stb. Ami a követségen végzendő munkámat illeti, azt mondta, ne siessek. Egyelőre két-három hétig ne csináljak semmit. Nézek körül bent a követségen és kint a városban ismerkedjem a környezettel, aztán majd beszélünk. Megfogadtam a tanácsát, körülnéztem. A követségem belül nem sokat láttam. Az első napokban reggelenként benéztem. Azt reméltem, hogy a követ által engedélyezett két-három hét alatt a kollégák majd beavatnak a munkába. De hamarosan meggyőződtem arról, hogy erre nem számíthatok. A követ is, a beosztottak is későn jártak be. Keveset tartózkodtak a követségen, és amikor ben voltak, vagy éppen jöttek hozzájuk, vagy éppen valami sürgős dolguk volt. Se baj, gondoltam, majd ha munkába állok. Az engedélyezett két hetet arra használtam fel, hogy az amerikai környezettel és Washingtonnal ismerkedjem. Szép, de furcsa város az a Washington. Csak félig amerikai. A belvárosban, downtown, van néhány amerikai stílusú üzletutcája, és vannak nyomorúságos néger negyedei, nincsenek viszont felhőkarcolói. Vannak ezzel szemben gyönyörű, erdős, völgyes villanegyedei, amelyekben a diplomaták és a magasrangú állami tisztviselők laknak francia ízlést tükröző világban. A városnak ez a része francia építészek tervei szerint épült. A háború nyomait még alaposan magánviselő Párizs után, hogy Moszkváról és Budapestről ne is szóljak, mindjárt feltűnt nekem, hogy itt, akár csak New Yorkban, semmi sem emlékeztet a háborúra. Amikor alaposan körülnéztem, van-e mégis valami nyoma annak, hogy az ország háborúban vett részt, akkor győződtem meg róla saját szememmel, mennyire igaz az, amit mi felénk mondanak, hogy Amerika nem tudja, mi az a háború. Négy olyan dolgot fedeztem fel, amit Washington lakóinak a háború következtében kellett elviselniük. Először is a vajra és a cukorra még mindig élelmiszer jegyek voltak érvényben. A jegyekre azonban az ember annyit kapott ezekből a cikkekből, hogy egy közönséges halandónak többre nem is volt szüksége. És azon kívül a boltokban egy-két centtel drágábban annyit vehetett jegy nélkül, amennyit csak akart. Másodszor új gépkocsit csak előjegyzés útján lehetett vásárolni, és arra néhány hónapig várni kellett. Újsághirdetés útján azonban annyi autót vehetett az ember, amennyit csak akart, köztük még újakat is. Harmadszor. Ha a vasútállomásról valaki taxin akart a városba menni, egyedül nem foglalhatott el egy kocsit, hanem két-három egy irányban lakónak egy kocsiban kellett utaznia. Végül negyedszer, a kiadó lakások bére maximálva volt, ezért üres lakást bérelni nem lehetett, mert senki sem volt hajlandó az előírt áron lakását bérbe adni. Hanem bebútorozta azt, bútorozott lakásért viszont olyan árat követelhetett, amilyent jónak látott. Két hét elteltével munkába álltam. Furcsa egy követség volt az a mi akkori Washingtoni követségünk. Magyarország abban az időben, Amerikában még volt ellenséges országnak számított. Ez azt jelentette, hogy mint követséggel nem nagyon álltak szóba velünk, vagy ha szóba álltak, lépte nyomon éreztették velünk, hogy amolyan szegény rokonok vagyunk. Gazdasági és kulturális vonalon nagyon nehezen tudtunk az ország számára eredményeket elérni. Jóval később jöttem rá, hogy ez nem csak az amerikaiakon, hanem magukon a követség tagjain is múlott akik, rajtam kívül, nem is azzal a szándékkal jöttek Amerikába, hogy hazájuk számára eredményeket érjenek el. Egyetlen céljuk az volt, hogy előkészítsék a talajt jövendő diszidálásukhoz. Lábjegyzet Szegedi Maszák felesége, mint már említettem, Kornfeld lány volt. A Kornfeld Corin és Weiss családoknak 14 millió dollár összeget, idejében sikerült Amerikába kimenteniük. Az Egyesült Államok a háborúba való belépése után ezt a pénzt zárolta. Szegedinek persze az volt a legfontosabb, hogy a pénzt feloldassa. Ő és a pénzügyi tanácsosa, Szász, elsősorban ezen fáradoztak, és amikor céljukat elérték, hamarosan ott is hagyták a követséget. Lásd a kilenc magyar a becstelenséget választja című fejezetet később. Lábjegyzet vége. Minden idejüket és energiájukat arra összpontosították, hogy minél több és jobb kapcsolatot építsenek ki az amerikaiakkal, főleg a hivatalos körökkel és legfőképpen a State department a külügyminisztériummal. És ez nem is volt nehéz feladat, mert a hivatalos amerikai szerveknek kormányuk politikájának megfelelően ugyancsak nem az volt a törekvésük, hogy a fiatal demokratikus Magyarországot segítsék, hanem hogy annak egyes képviselőit maguknak megnyerjék, és rajtuk keresztül befolyásokat az ország külés belpolitikájára, minél nagyobb mértékben érvényesíthessék. Ezért egyénileg szívesen fogadták mindazoknak a magyar diplomatáknak a közeledését, akikről azt remélhették, hogy céljuk elérése érdekében hasznukat vehetik. A követség az otthoni külügyminisztériummal kizárólag az amerikai hadseregen keresztül tarthatott kapcsolatot. Futárpostánkat havonta egyszer lepecsételt zsákokban adtuk le nekik, és ők továbbították azt a Budapesti Amerikai Követség útján a Magyar Külügyminisztériumhoz. Hogy útközben mit csináltak vele, annak elképzeléséhez nem kell nagy fantázia. Ezen kívül csak egy módunk volt a központtal való érintkezésre, a távirat. Táviratainkat ugyan regyelezve küldtük és kaptuk a Meki rádión keresztül, de hogy a rejtjelezés mennyire nem biztosította azok titkosságát, arról a következő eset győzött meg. Lábjegyzet, Meki Radio, az Egyesült Államokban működő két nagy monopoltők és távíró társaság egyike, másik a Western Union. Lábjegyzet vége. A rejtjelezéssel a követségen nagy ivánt bízták meg. A kimenő táviratokat ő rejtjelezte és adta fel, a beérkezőket ő vette át és fejtette meg. Egy délelőtt nagy vidáman állított be hozzám, kezében valami iratcsomót lobogtatva. Ide néz, Endre bácsi, milyen zsíros halat fogtam, mondta, és az iratcsomót letette elém az asztalra. Követségünknek szóló rejtjel távirat volt 21 példányban. Világos volt, miről van szó. A követségnek érkező rejtjel táviratokat rajtunk kívül másfél tucat különböző amerikai szervnek is kikézbesítették, amelyek aztán a maguk fejlett technikai módszereivel megfejtették a rejtjeles szöveget, és így minden titkunknak birtokába jutottak. Nagy Iván személyesen ment el a Meki Rédió irodájába magyarázatot kérni. Az iroda vezetője először zavarba jött, de gyorsan feltalálta magát restelkedve kért bocsánatot a sajnálatos tévedésért, melyet szerinte az okozott, hogy a napokban új alkalmazottat vettek fel az expedícióba egy fiatal lányt, aki nyilván összetévesztette Magyarországot a betűrendes listán közvetlenül előttünk szereplő Hondurasszal. Hondurasz Hungary amelynek követségére a címére érkezett táviratokat saját kérésére 21 példányban kézbesítik ez az eset hasznos tapasztalattal gazdagított. Ettől a naptól fogva tudtam, hogy ha olyan közölni valónk van, aminek semmi körülmények között sem szabad az amerikaiak tudomására jutnia, azt nem szabad rejtjel táviratra bíznunk. Legalábbis nem a nálunk általában használatban levő kulcs szerint készült táviratra. Mert azt az amerikaiak is meg tudják fejteni. A követség helyzete engem öngéntelenül is a hadifogságra emlékeztetett. Az első világháborúban, mint már említettem, hadifogoly voltam a Ott, a szibériai hadifogoly tiszti táborban voltunk hasonló helyzetben. Körülzált baraktáborban laktunk, ellenségnek számítottunk, de a szükségesekben nem szenvedtünk hiányt, és az orosz tisztek udvariasan kezeltek bennünket. A külvilággal közlekednünk csak az orosz parancsnokság engedélyével, leveleznünk pedig az orosz cenzúrán keresztül lehetett. A mi Washingtoni követségünk is ilyesféle körülzárt fogolysziget. Kényelmes úri fogolytábor volt abban az időben. Ezen a körülzárt fogolyszigeten belül volt egy kisebb fogolysziget. Rajta egyetlen fogoly, az egyetlen kommunista. Szemben a követség különböző pártállású, de egyként kommunista ellenes diplomatáival az én személyem. Mint az olvasó jól tudja, a diplomata mesterséget nem volt alkalmam kitanulni. Úgy gondoltam, a kollégák majd bevezetnek a szakmába. Hát ebben az elgondolásban bizony csalódtam. Nem csak, hogy semmibe be nem avattak, de a követen és nagyivánon kívül a többiek mindent megtettek, hogy a dolgomat megnehezítsék. Jobban ismerték az amerikai környezetet, mint én. Jóval több kapcsolatuk is volt hiszen amikor én kiérkeztem, ők már több mint két hónapja ott voltak. De semmiről, amit megtudtak engem, nem tájékoztattak. Senkivel, akivel kapcsolatuk volt, engem össze nem ismertettek. Elég, ha ezt egy példával illusztrálom. 1946 nyarán magyar kormánydelegáció járt kint Amerikában. Ott létük alatt nem egyszer megtörtént, hogy reggel a követségre bemenet, az altisztől, vagy a gépírónőktől tudtam meg, hogy a delegáció a követség összes többi tagjával még kora reggel elment valahova. De hogy hova, azt senki sem tudta. Velem a programot egyszerűen nem közölték. Egy napon kezembe került az úgynevezett Kék Könyv, Blue Book, a diplomáciai testület hivatalos nyomtatott névjegyzéke. Ezt a State Department adja ki, mégpedig havonta új kiadásban és szétküldi valamennyi diplomatának. Már vagy két hónapja voltam a követségen, anélkül, hogy ennek a könyvecskének a létezéséről tudtam volna. Nem csak, hogy a minden diplomatának hivatalból járó példányt nem kaptam meg, de munkatársaim közül senki sem tájékoztatott arról, hogy ilyen könyv egyáltalán létezik. Amikor a könyvecske egyszer véletlenül mégis a kezembe került, Nagy Iván azt talál láttam meg, és azt átlapoztam, csodálkozással állapította meg, hogy a magyar követség diplomatáinak listáján nem szerepelek. Nagy Iván azt tanácsolta, forduljak Marikhoz, mint hogy a protokoll ügyeknek a követségen ő az előadója. Mariktól azt a felvilágosítást kaptam, hogy a kék könyvbe az amerikaiak csak azokat a diplomatákat veszik be, akik státuszbeliek. Én viszont szerződés alapján állok külügyi szolgálatban. Tisztában voltam azzal, hogy ez a magyarázat nem felel meg a valóságnak. Mi közük is lenne az amerikaiaknak ahhoz, hogy mint státuszbeli kapom-e a fizetésemet, vagy mint szerződéses, feltéve ha a követség engem, mint tanácsosi rangban levő kulturális atasét bejelentett? Világos volt, hogy ez a bejelentés nem történt meg. Szóvá tettem a dolgot a követnél. Csóváta a fejét, és megígérte, hogy majd utána néz, de múltak a hetek, és ebben az ügyben semmi sem történt. A Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésével 1946 nyarán az Egyesült Államokban járt magyar kormány küldöttségnek Rákosi is tagja volt. Elvi kérdésről lévén szó elmondtam neki a dolgot megengedhetőnek tartja-e, hogy míg a nálam jóval fiatalabb és kevesebb tapasztalattal rendelkező kisgazdapárti csornoki, nemzeti parasztpárti borsodi és szociáldemokrata marék kinevezett tanácsosok, én, a kommunista párt képviselője, mind mostanáig szerződésesnek számítok, akit nem vesznek fel a diplomata listára. Megkérdeztem, nem tartja-e szükségesnek, hogy gyöngyösi külügyminiszternek, aki a delegációnak ugyancsak tagja volt, elpanaszolja a dolgot. Rákosi azt válaszolta, hogy erre nincs szükség. Budapestre hazatérve ezt a kérdést majd rendezik. A delegáció elutazott, hónapok múltak, de helyzetem rendezésére semmiféle intézkedés nem történt. 1946. decemberében Csornokit hazarendelték. Pótlására egy húsz éves fiatalembert kaptunk Ataséi rangban, ifjabb Nagy Ferencet, a miniszterelnök fiát. A kék könyv legközelebbi kiadásában a követség diplomáciai beosztotjai között utolsó helyen már az ő neve is ott szerepelt, csak az enyém hiányzott még mindig. Még egyszer megemlítettem a dolgot a követnek. Szegedi fel volt háborodva. Azt mondta ő, még akkor szólt Mariknak, amikor a dolgot először felvetettem, és meg volt győződve arról, hogy ez a kérdés már régen rendeződött. Mindjárt a jelenlétemben felhívta Marikot, és utasította, hogy azonnal jegyzékben jelentsen be engem, mint követségi tanácsost, és kérje, hogy vezessék be nevemet a Kék Könyvbe. A következő kiadásban már valóban szerepelt a nevem. Az utolsó helyen, Ifjabb Nagy Ferenc atassé után ez állott, sík Endre, kulturális atassé. Az atassé szónak tudva levőle kettős értelme van. Létezik atasséi rang, a legalacsonyabb diplomáciai rang, és létezik atasséi beosztott, kulturális, kereskedelmi, pénzügyi, katonai, légügyi, stb. atassé. Ilyen beosztást bármilyen rangú diplomata kaphat tanácsos épp úgy, mint titkár vagy atasé, illetve bármilyen rangú katona, ezredes épp úgy, mint hadnagy. Marik, akinek velem szemben tanúsított magatartása nyilván nem volt véletlen, ezt a körülményt használta ki arra, hogy ha a kék könyvbe való felvételemet tovább már nem tudja megakadályozni, legalább üssön egyet rajtam, illetve rajtam keresztül a kommunistákon. Ami a követség munkáját illeti, azon kívül, hogy a követség minden tagja igyekezett a maga vonalán ismerettségeket szerezni, kapcsolatokat kialakítani, tevékenységünk abban merült ki, hogy jelentéseket készítettünk a soron levő futárposta számára. Amint egy futárpostát elindítottunk, másnap a követ összehívott bennünket és megbeszélte velünk a témákat, amelyekről a következő futárpostáig jelentést kell írnunk. Hogy ez a munka a politikai szempontból hogyan festett, azt mindennél jobban illusztrálja a következő eset. Nekem, mint kulturális atasénak, kulturális témákról kellett jelentéseket írnom. Egy alkalommal felvetettem a követnek, hogy én azért politikus is vagyok, egyszer-egyszer irathatna velem egy-egy politikai jelentést is. Azt mondta, ennek semmi akadálya, válasszak ki bármely kérdést, amit a magam számára megfelelőnek tartok, és írjak róla. Azokban a napokban sokat cikkeztek az amerikai sajtóban arról, hogy Kanadában lelepleztek egy szovjet kémet. Magukból a hivatalos kanadai sajtóközleményekből is világosan megállapítható volt, hogy durva provokációról van szó a kanadai kormány részéről. Ennek ellenére az amerikai lapok úgy írtak a dologról, mint bebizonyított tényről. Ezt az ügyet választottam témául a politikai jelentés számára, amelyben a kanadai és amerikai lapokból vett idézetekkel kimutattam az ügy provokációs jellegét. Jelentésemet átadtam a követnek, aki másnap közölte velem, hogy a legközelebbi futárpostával el fogja küldeni. A futárposta elindítása utáni napon nagy Iván bejött hozzám. Olvasd el, Endre bácsi, ezt a jelentést, amely a tegnapi postában ment el. Azt hiszem érdekelni fog, mondta, és ideadta egy jelentés másolatát, amelyet Csornoki készített. Ugyanarról a kanadai ügyről, pedig teljesen a kanadai és az amerikai sajtó szellemében. Nem értem, csóváltam a fejem. Ugyanerről én is írtam jelentést, amelyben az ügyet egész másképp értékelem és a követ azt mondta, hogy jelentésemet elfogadta és elküldi. Ezt az ígéretét be is tartotta, mindkét jelentést továbbította azzal, hogy az ügy fontosságára való tekintettel a követség a kérdést két különböző szempontból dolgozta fel. Ez a kettős fogságom öt negyed évig szegedi diszidálásáig tartott. Itt említem meg, hogy hetünk közül, akik 1946 elején, mint magyar misszió Washingtonba mentünk, különböző időpontokban öten diszidáltak, a hatodikat, Csornokit, mint hazaárulót és közönséges bűnözőt felakasztották. A három és fél év alatt pedig, amelyet a Washingtoni követségen töltöttem, az administratív beosztottakat is beleszámítva összesen 28-an diszidáltak. Kicsi a világ. Első nyilvános szereplésem nem diplomáciai rendezvényen történt. Március 15-én a washingtoni magyar református egyházközség ünnepi fogadást rendezett az egyik nagy szállodában, amelyre a követség diplomáciai beosztottait is meghívták. Mindössze néhány napja voltam még Washingtonban. A követségeken kívül úgy szalván senkit sem ismertem. Nagyon megörültem hát, amikor a vendégek között felfedeztem a Magyar Demokratikus Tanács Washingtoni képviselőjét, Mr. Ent, aki lengyel származású feleségével együtt mindjárt a megérkezésem utáni napon felkeresett. Az asszony ezúttal is vele volt. Rögtön hozzájuk csatlakoztam. Egy ideig hármasban beszélgettünk, aztán Ent ismerősei elszakították tőlünk, s mi az asszonykával kettesben maradtunk. A terem szélén volt néhány pamlag, azok egyikére letelepedtünk. Az asszony kellemes társalgó volt, de ugyanakkor egyszerű, primitív lélek. Komoly témáról nem lehetett vele beszélni, annál inkább a mindennapi élet apróságairól. Nem is kellett magamat megerőltetnem, csak hagytam őt beszélni. Valósággal ömlött belőle a szó. Percek alatt elmesélte, milyen szörnyű körülmények között éltek szüleivel Lengyelországban a háború alatt, hogyan pusztultak el szülei, és hogyan került ki ő maga a háború után itteni rokonaihoz? Hogyan ismerkedett meg a férjével, és hogy élnek most itt Washingtonban? Nem mondhatnám, hogy élményeinek apró részletei, amelyeket kiteregetett előttem, különösen érdekeltek volna. Mégis egészen jól jött, hogy így rám varta magát. Követségi kollégáimnak eszükbe se jutott, hogy rám is gondoljanak, és már meglevő ismerettségeiket nekem is átadják. Ha ennékkel nem találkozom, teljesen magamra maradva kellett volna csellengenem a vendégek tömkelegében, ami elég kellemetlen lett volna. Így viszont nyugodtan ülhettem, anélkül, hogy blamálnám magam azzal, hogy senkit sem ismerek. Az asszony azonban nyilván észrevette, hogy a közelünkben ide-oda járkáló vendégek közül senki sem üdvözöl, és megkérdezte. Magának nincsenek itt ismerősei? Hát bizony, alig ismerek még valakit, magukon és a követségeken kívül, hiszen egy hete vagyok csak Washingtonban, feleltem. De azt hiszem, találok én még itt régi ismerősöket is, hiszen, ahogy mondani szokták, kicsi a világ. Nemrég Párizsban is meggyőződhettem erről. Az alatt a néhány hét alatt, amíg ott voltam, három alkalommal is felkerestek olyan emberek, akikkel 30-40 éve nem találkoztam. Gyermekkori vagy diákori ismerősök. Most is csak azt várom, mikor áll meg itt előttem valaki és szólít meg. Szerbusz Bandi, nem ismersz meg. Abban a pillanatban alig merem leírni, mert attól tartok, az olvasó azt fogja gondolni, hogy lódítok, pedig pontosan így történt. Észrevettem, hogy követségünk egyik altisztje felém tart, és vele egy papos, nyakig zárt, fekete ruhát viselő gentleman. Megálltak a pamlag előtt. Az altiszt rám mutatott. A fekete ruhás férfi közvetlenül velem szemben állt meg, és farkas szemet nézett velem. Szerbusz, Bandi, nem ismersz meg? Nem akartam hinni a fülemnek. Arra, hogy inkább csak tréfának szánt jövendőlésem ilyen hirtelen beteljesedjék, nem számítottam. Igazán sajnálom, de zavarban vagyok, hevegtem. Szabad a nevedet? Vasvári vagyok, felelte. Vasvári ödön, református pap. Az itteni magyar református egyházközség székházának, a Kossuth Buildingnek az igazgatója. A név semmit sem mondott nekem. Arcvonásaiban azonban, mintha lett volna valami ismerős. Ezen a néven persze nem ismerhetsz, mert valamikor másképp hívtak. De mondok egy nevet. Randweg Mihály. Mond ez neked valamit? Hogy ne, feleltem. Amikor 1904-ben vácott, piarista, novicius voltam. Így hívták a magiszterünket. Na, és ha ezt a nevet hallod, Sarang József? kérdezte Vasvári most már derűs arccal. Az meg a promagisterünk volt. Akkor helyben vagyunk. Én vagyok a Wiblitzhauser. Wiblitzhauser? Régi emlékek elevenettek fel bennem. A váci piarista noviciátus nagy dormitóriuma, amelyben éjszakánként a szigorú szilencium óráiban elkeseredett vánkos csatákat vívtunk. És az a végzetes éjszaka, amikor a csatazaj akkora volt, hogy az öt-hat szobával arrébb alvó magisztert is felriasztotta. Az öreg úr bejött a nagy ricsajra, és kitört a botrány. Másnap aztán jöttek a kihallgatások, és harmadnap délben, mikor a lecke óráinkról visszavonultunk a szobáinkba, a két fő kolompos, akik a hadműveleteket kezdeményezték, Viblitzhauser és egy oroszi nevű fiú nem volt sehol. Azok, akik egy tanulócsoportban voltak velük, csak annyit tudtak, hogy a latin órájukról kihívták őket, és nem jöttek vissza. Délután a magiszter a közös foglalkozáson közölte velük, hogy rövid úton kivetkőztették és eltávolították őket. Oroszét, aki kellemetlen fráter volt, nem sajnáltuk, de Wiblitzhauser elvesztését valamennyien fájlaltuk. Ő volt a legvidámabb, legmókásabb fickó az egész társaságban. A szegedi piarista gimnáziumba növették fel a rendbe örökös anekdotázásával, hamisítatlan szögedi tájszólásával mindjárt az első naptól kezdve közkedveltségnek örvendett. Aztán, hogy eltűnt, nem hallottam többé róla. Most néhány szóban elmondta egész élettörténetét. Mint hogy a szegedi piarista gimnáziumba nem vették vissza, a gimnázium hátralevő három osztályát egy másik alföldi városban végezte el, aztán elment világi papnak. Négy évi szeminárium után fel is szentelték, és kikerült egy vidéki plébániára, káplánnak. Ott mindjárt az első évben beleszeretett egy lányba, levetette a reverendát, és megnősült. Mivel a teológián kívül semmihez sem értett, és mint kiugrott katolikus pap Magyarországon nehezen tudott elhelyezkedni, fogta magát, megmagyarosította a nevét, átért a református hitre, kálvinista pap lett, és még az első világháború előtt kivándorolt Amerikába. Azóta itt él, és az amerikai magyarokat boldogítja. De azért ne gondolt, hogy csak prédikálással foglalkozom, fejezte be elbeszélését. Szabad óráimban komoly tudományos munkát is végzek, kutatom az Amerikába szakadt magyarok történetét. Nemrég jelent meg egy könyvem a Lincoln hadseregében szolgált magyar emigránsokról. Ha eljössz hozzám, adok majd belőle egy példányt. Enné, aki a magyar nyelven folyó beszélgetésből egy szót sem értett, közben búcsút vett tőlünk és magunkra hagyott bennünket. Vasvári kérésére én is elmondtam neki egyet mást magamról, nagy érdeklődéssel hallgatott végig, s amikor befejeztem, kezét törzsölve mondta. Hát nem fantasztikus ez a találkozás? Hiába, akármit mondanak, ritkán ugyan, de ilyen csuda is történik ezen a világon. A csudának azonban ezzel még nem volt vége. Javában beszélgettünk, amikor egy magas termetű vállas, ötvenes férfi lépett oda hozzánk. Te vagy az a sík, aki hadifogoly volt Szibériában? Aki 18-ban nyelvleckéket adott hilokon a bajkálon túl? Kérdezte. Én vagyok, mondtam. És te ki vagy? Imrei festő vagyok. Hilokon ismerkedtünk meg, amikor a Petrovski Zavod magyar zenekarával én is ott jártam. Ha még emlékszel, a fehérek bejövetele után a Berezovkai koncentrációs táborban kerültünk újra össze. A kiáró parolázás és kölcsönös hátba veregetés után 1918-as barátomat összeismertettem 1904-es barátommal, mert hát, bár kicsi a világ és Washington még annál is kisebb, ők ketten eddig nem ismerték egymást. – Na és hogy kerültél te ide Amerikába? – kérdeztem Imreitől. – Kolcsak alatt bujkálnom kellett a fehérek elől. Mert bár 1918-ban nem voltam tagja az internacionalista szervezetnek, de dolgoztam nekik. És így az volt a hírem, hogy bolsevik vagyok, és le akartak tartóztatni. Amikor viszont újra a vörösök kerültek hatalomra, úgy kezeltek, mint volt tisztet, és felvettek a kezesek listájára nagy nehezen sikerült meglógnom és eljutnom Japánba. Onnan azzal indultam el Amerikába, elszegődtem egy hajóra fűtőnek, hogy én nem majd hazamegyek. De amikor itt New Yorkban pontos képet kaptam arról, hogy mi van odahaza, ez 1920 elején volt, amikor legjobban dühöngött a fehér terror, jobbnak láttam itt letelepedni. No és most mivel foglalkozol? Voltam én itt öregem minden: bárfiú és kifutó, edénymosogató és utcaseprő, nyelvtanár és rajztanár, és közben persze mindig festegettem. Csak a képeimet nem vette senki. A háború alatt bekerültem a hadseregbe, aztán pedig, bár nem zupáltam be, egy katonai irodába kerültem rajzolónak. Ott dolgozom most is. No, gondoltam magamban, ez az ismerettség nem éppen nekem való. A papocska még csak megjárja, de ettől a barátomtól jobb lesz óvakodnom. A fogadás végéig együtt maradtunk hármasban, és kedélyesen elbeszélgettünk. Hazamenet, aznap este megállapítottam, hogy a világ ugyan kicsi, de ebbe a kicsi világba sok minden belefér. Egy nem mindennapi ismerettség. Mindjárt az első hetekben történt. Szegedi Maszák, már nem emlékszem milyen alkalomból, koktélt adott a követségen. A fogadás folyamán jön hozzám Szegedi, belém Karol és azt mondja. Gyere velem, Endre bácsi, bemutatlak egy érdekes és bájos hölgynek, aki oroszul beszél. De hogy félreértés ne essék, a hölgy a State Department gazdasági osztályvezetőjének a felesége. A hölgy valóban érdekes és bájos volt. Jóval túl lehetett már az ötvenen, de hófehér haja, üde, rózsás arca, ógörög szobrokra emlékeztető fejedelmi termete egyenesen csodálatba ejtett, és tiszteletet parancsolt. Az orosz nyelvet tökéletesen beszélte, kiejtése sokkal jobb volt az enyémnél. Kétség nem fért hozzá, hogy született orosz. Elsősorban a magyar művészet iránt érdeklődött. Mindjárt a beszélgetés elején kiderült, hogy hivatásszerűen foglalkozik művészettörténettel, és mindenek előtt a régi ikonok, oltárképek és templom templomablakok érdeklik. Amikor megmondtam neki, hogy van két albumunk a régi magyar művészet remekeiről, kért, adjam neki kölcsön azokat néhány napra. És amikor én erre azzal reagáltam, hogy megtisztelne, ha elfogadná az albumokat ajándékba, a hölgy oda volt örömében, és ettől kezdve kedves barátomnak szólított. Politikai témáról jó ideig nem esett szó, de mivel minden út Rómába vezet, végül csak sor került a politikára is. Az alatt a néhány hét alatt, amióta Washingtonban voltam, már megszoktam, hogy az amerikaiak számára, helyesebben azoknak az amerikaiaknak, a legtöbbje számára, akikkel nekünk dolgunk volt, értve alatta elsősorban a State Department embereit, a politika azt jelentette, hogy kritizálták vagy ócsárolták a Szovjetuniót és a bolsevikokat. Ez a hölgy is beszélt a Szovjetunióról és a bolsevikokról, de valahogy egészen szokatlan hangnemben. Nem értem, miért szídják folyton a bolsevikokat? Miért vádolják őket azzal, hogy tönkretették Oroszországot? Se Stalin, se Lenin lényegében semmi újat nem hozott. Csak a formákban és a módszerekben hoztak némi változást. A hazaárulás és rombolás politikája jóval régebbi keletű, és több mint 200 éves múltra tekinthet vissza. Ámulva hallgattam ezt a furcsa történelem magyarázatot, és a hölgy, látva, hogy nem értem, mire céloz, tovább folytatta. Igen, igen, a destrukció magvait még az az ember hintette el, akit maguk, bolsevikok és amerikaiak egyaránt, nagy Péternek csúfolnak. Most már aztán igazán nem értettem. Hogy a hölgy reakciós gondolkodású és ellenforradalmi érzelmű, az nem volt kétséges. De hogy valaki olyan messzire menjen a forradalom gyűlöletében, hogy még a legnagyobb orosz szárt is a forradalmárok közé sorolja, a hölgy nyilván leolvasta arcomról, hogy teljesen értetlenül fogadom azt, amiről beszél. Ajkán és Szemén ironikus mosolya folytatta: Ő úgy látszik nem tudja, kivel beszél én Stolipin leánya vagyok. Így már persze mindent könnyebb volt megérteni. Lábjegyzet. Stolipin reakciós orosz politikus, 1906-ban belügyminiszter, majd a miniszter tanács elnöke. Nevéhez fűződik az 1905. hetedik évi orosz polgári demokratikus forradalom leverését követő véres terrorrendszer. Kezdeményezésére olyan agrárreformot hajtottak végre, amely a földbirtoklást a kulákság érdekeinek megfelelően szabályozta, és ezzel a cárizmus falusi osztálybázisát volt hivatva erősíteni. 1911-ben egy Bogrov nevű eszer forradalmár meggyilkolta. Lábjegyzet vége. De tudja mit? Mondta a különös hölgy, most már újra komoly arccal. Inkább ne beszéljünk politikáról. Nincs semmi értelme. Én az embereket nem az szerint osztályozom, hogy mi a politikai meggyőződésük. Ha valaki értelmes, művelt ember, akivel lehet komoly és szép dolgokról beszélgetni, azzal szívesen vagyok együtt. Legyen az bolsevik vagy fasiszta, nekem mindegy. Az amerikaiak között, legalábbis azok között, akikkel mi itt Washingtonban összejövünk, ilyen sajnos nem sokakat. Itt a férfiak csak politikáról, üzletről, legfeljebb sportról tudnak beszélni. A nők meg ruhákról és soványító kúrákról. Maga úgy látom nekem való ember, és a követétől tudom, hogy a felesége orosz. Jöjjenek el hozzánk valamelyik este vacsorára, és legyünk jó barátok. A politikát pedig kapcsoljuk ki. Azzal váltunk el, hogy telefonon meg fogjuk beszélni, melyik napon megyünk el hozzájuk, és megígértette velem, hogy az albumokat is magammal hozom. Feleségem, amikor erről a nem mindennapi találkozásról beszámoltam neki, eleinte hallani sem akart arról, hogy elmenjünk hozzájuk. Igazán nem tudom, hogy lehetnek ilyen őrült ötleteid. Stolipin leánya! Jó, hogy nem Anasztázia főhercegnővel, vagy Kerenszkijjel akarsz összebarátkozni. Hogy képzeled azt, hogy mi kommunisták ilyen osztályidegen, fekete százas ivadékkal tartsunk kapcsolatot, és még látogatóba is menjünk hozzá, sőt, esetleg még meg is hívjuk magunkhoz? Lábjegyzet. Fekete százaknak csornyaja, szotnya nevezték a cári rendőrség és a monarchista szervezetek által ellenforradalmi célokra létesített felfegyverzett bandákat, melyeknek tagjait a kispolgárság és a lumpen átus köreiből toborozták munkás és paraszt felkelések elfolytására, pogromok végrehajtására. A haladó orosz politikai irodalomban fekete százaknak nevezik a szélső jobboldali monarchista pártokat és szervezeteket is. Lábjegyzet vége. Ide hallgass, fiam, mondtam oktató hangon ha ezt a szempontot vennénk irányadóul, akkor nem lett volna szabad ezt a washingtoni kiküldetést vállalnunk. A saját követünk klerikális reakciós. Felesége az ország egyik legsötétebb pénzarisztokratájának a leánya. A követség összes többi diplomata beosztottai egytől egyik ellenséges, osztályidegen elemek. Szerinted akkor velük sem szabad szóba állnunk? Engem nem azért küldtek ide Amerikába, hogy az itteni kommunistákkal építsek ki kapcsolatokat. Éppen a párt tiltotta ezt meg kategorikusan. Az amerikai kormány, amelyhez a magyar kormány követséget küldött, a maga egészében osztály idegen. Nagy részben pedig, ahogy te neveznéd, fekete százas. Úgy gondolod, hogy a State Department embereivel nem szabad szóba állnom? Mellesleg a hölgy férje éppen a State Department egyik osztályvezetője. Vagy nézzük a dolog másik oldalát. Egyik fontos feladatom, hogy az itteni magyarokkal kapcsolatokat építsek ki. Nem csak a baloldaliakkal, akik enélkül is szimpatizálnak velünk, bár ez is fontos, de ennél fontosabb, hogy a tőlünk távolállókkal is kontaktusba kerüljünk, és felvilágosítsuk őket, mennyire tévesek a hazai állapotokról alkotott elképzeléseik. Persze nem a fasiszta vezéreiket vagy a papjaikat akarom kommunista hitre téríteni, de ha azokhoz a magyar dolgozó tömegekhez akarok hozzáférni, amelyek ma még papok és fasiszták befolyása alatt állnak, ezt nem érhetem el anélkül, hogy a vezetőikkel kapcsolatban ne lépjek. Szerinted, ha ilyen osztályidegen, sőt, esetleg fekete százas magyar vezető emberrel találkozom, ne adjak neki kezet, és köpjek a szemébe? Nem, fiam. Ha a diplomata feleségi beosztást vállaltad, mindazt vállalnod kell, ami ezzel jár. Nyugodj bele, hogy a hétvégén vagy a jövő héten a fő fekete százas Stolipin leányával fogsz együtt vacsorázni. Szerény háromszobás lakásban laktak, egy bérházban a 15. utcában. Alkalmazottat nem tartottak, az asszony maga főzött. A férje Józan szimpla amerikai volt, nála jó néhány évvel fiatalabb, és hogy a kontraszt teljes legyen, szakmájára nézve közgazdász különbözőbb két embert elképzelni is nehéz lett volna. A férfiról egyébként a továbbiakban nem is igen lesz mit mondanom, mert az egész este folyamán teljesen passzív szerepet játszott. Amíg az asszony ben volt a szobában, úgy szólván a száját sem nyitotta ki. Csak amikor a felesége kiment a konyhába az ételeket behozni vagy kávét főzni, tartotta szükségesnek, hogy szóval tartson bennünket de másról, mint apró cseprő mindennapi dolgokról nem lehetett vele beszélni. A gazdasági kérdéseken kívül semmihez sem értett. Nem is érdekelte semmi. A politikai témákat pedig gondosan kerülte. Annál beszédesebb volt az asszony. Amikor az albumokat átadtam, olyan boldog volt, hogy legalább negyed óráig másról sem beszélt. Aztán jöttek az asszonyi témák, az orosz és amerikai konyha előnyei és hátrányai, a divathóbortok értelmetlensége, a háztartási alkalmazott szerzés nehézségei, és így tovább. A két asszony olyan jól megértette egymást, hogy már előre diadalmaskodtam. Ezután a látogatás után feleségemnek be kell majd látnia, hogy nekem volt igazam. Később aztán kiderült, hogy ez a megítélésem kisé elhamarkodott volt. A vacsora alatt még minden egészen jól ment. Hol irodalomról? hol képzőművészetről folyt a beszéd. Itt a mi részünkről inkább én vittem a szót. Hol mindennapi dolgokról. Akkor én hallgattam, és a feleségem lépett előtérbe. Minden jel arra mutatott, hogy a bennünket elválasztó nagy politikai és világnézeti differenciák ellenére egész jó barátok lehetünk, anélkül, hogy elveink rovására a legcsekélyebb engedményt is kellene tennünk. Aztán jött a krach. Már a feketénél tartottunk, amikor, hogyhogy hogy nem, a beszélgetés váratlanul a Szovjetunió beli állapotokra, és nevezetesen az orosz parasztság helyzetére terelődött. Feleségem elejtett néhány szót arról, hogy a parasztság élete mennyire más ma, mint volt az ő gyermekkorában, amikor maga is falunél. Házi asszonyunk erre valami olyasféle megjegyzést tett, hogy az orosz parasztság évszázados nyomorának, gazdasági és kulturális elmaradottságának fő oka a parasztság lustaságában és igénytelenségében keresendő. Feleségem ezt nem tudta szó nélkül hagyni. Én már diplomáciai pályafutásom első napjaiban, még Budapesten megtanultam, hogy ezen a pályán az embernek nem mindig szabad kimondania azt, ami a szívén fekszik. Ha feleségem nekem engedte volna át a vita folytatását, én is ellent mondtam volna a hölgynek, de olyan diplomatikus formában, hogy ne legyen módjában megsértődni. Feleségem azonban nem volt diplomata, és nem is szándék az ott azzá lenni. Úgy oda mondogatott a derék hölgynek a paraszti nyomorúság és elmaradottság okait illetően, hogy csak úgy porzott. A volt földes urakat egyszerűen a nevükön nevezte parazitáknak és kizsákmányolóknak. Jó, hogy nem vérszopóknak és tömeggyilkosoknak. Ami pedig a parasztokat illeti, kijelentette, úgy gondolja, hogy azokat mégiscsak ő ismeri jobban, tekintve, hogy ő maga is paraszt származású, a nagyapja még jobb jobbágy volt. A hölgy olyan vörös lett, mint a rák, de vendégjog ide, vendégjog oda, ő sem hagyta magát. A két asszony között olyan parázs szópárbaj zajlott le, hogy csak azt vártam kettejük közül, vajon melyik elégeli meg előbb, feleségem fog-e felállni azzal, hogy menjünk innen, itt nekünk nincs mit keresnünk, vagy bájos háziasszonyunk adja ki az utunkat azzal, hogy ezt azért a protokoll kedvéért sem vagyok hajlandó lenyelni. De sem ez, sem az nem történt. Annyi diplomáciai érzéke mégiscsak volt mindkét asszonynak, hogy férjükre való tekintettel nem hagyták idáig fajulni a dolgot. Miután jól kidühöngték magukat, hirtelen lecsendesedtek. Parancsolnak talán még egy csésze kávét? fordult hozzám a hölgy bájos mosolyjal. És amikor nagy zavaromban igent mondtam, olyan méltósággal szedte össze a csészeinket és töltötte meg újra a háta mögött álló kis asztalkán elhelyezett kávéskannából, ahogy azt valószínűleg még Péterváron a kegyelmes mamája zsúrjain tanulta. A férj a vihar alatt is, a szélcsend alatt is hősiesen hallgatott. Feleségem, amikor sem a háziasszony, sem a férje nem látta, egy mérges pillantással tudtomra adta, hogy nem helyesli ezt az opportunista kávékérést, de miután a csészeinket megtöltve visszakaptuk, jobbnak látta mégis kiinni a magáét, mint egy ezzel igazolva magát önmaga előtt azért, hogy nem folytatja tovább a szóharcot. A házi asszony mondott még egy-két semleges dolgot. Én ugyanígy reagáltam, aztán felálltunk, és a szokásos udvarias szólamokkal búcsút vettünk. Feleségem, bár képzelem mennyire nehezére esett, ezúttal betartotta a játékszabályokat. A háziasszony és férje ugyancsak teljesen protokollszerűen kísérték ki, és búcsúztak el tőlünk. A megszokott formulákból csupán azt a kis függeléket hagyták el, hogy legyen szerencsénk máskor is. A férj annyira vitte az udvariasságot, hogy lekísért a kapuig, és ő intett oda egy taxit. Mikor a kocsi elindult velünk, feleségem diadalmas arccal kérdezte: No, kinek lett igaza? Ugye, hogy megmondtam előre? Mit válaszolhattam? Ami igaz, az igaz. Mint mindig, drágám, mondtam. Hiába, úgy látszik, nem csak a jó papnak kell holtig tanulnia, hanem a jó diplomatának is. Se Stolipin leányával, se a férjével nem találkoztunk többé. Amikor legközelebbi fogadásunk előtt megkérdeztem a protokollosunkat, hogy nekik is küldtek-e meghívót, tőle tudta meg, hogy a hölgy férje már nincs a külügyminisztériumban, s így követségünk már nem tart vele kapcsolatot. Egy kínos estém Kodály Zoltán és felesége, Emma asszony, 1946 őszén két hetet Amerikában töltöttek. Szegedi Maszák nagyszabású fogadást adott Kodályék tiszteletére. Ez volt gyakorlatonban az első olyan fogadás, amelynek meghívóján a White Tie, fehér nyakkendő jelzést díszelget, ami azt jelentette, hogy férfiaknak frakban, nőknek nagy estéiben kellett megjelenniük. A fogadás nyolckor kezdődött, a követség titkára Nagy Iván felajánlotta, hogy nyolc előtt néhány perccel értünk ön a kocsiján. Tudva levő, hogy a nők felkészülése ilyen fogadásra jóval bonyolultabb, mint a férfiaké. Érthető, hogy feleségem, aki ezúttal első alkalommal vett részt diplomáciai fogadáson, kisé ideges volt korán neki kezdett hát az öltözködésnek, azzal, hogy én csak várjak nyugodtan, majd ha készen lesz, segít nekem a frak, ing és a fehér nyakkendő agyusztálásában. Fél nyolc felé kissé már türelmetlenkedni kezdtem, de az asszony még mindig nem volt kész. Ne idegeskedj, mondta, amikor sürgetni próbáltam. Neked az egész felkészüléshez nem kell több öt-tíz percnél, Nagyiván pedig csak valamivel nyolc előtt jön. Igaza van, gondoltam. Elég, ha háromnegyedkor kezdek el öltözködni. Ekkor megszólalt a telefon. Nagy Iván hívott fel. Közölte, hogy váratlanul megbízást kapott a követtől, ezért nem jöhet értünk, de megbeszélte Csornokival, hogy ő a fogadásra menet, beszól értünk, csak legyünk idejében készen, hogy ne kelljen reánk várakoznia. Feleségem, akivel ezt közöltem, megint megnyugtatott, hogy most már perceken belül kész lesz és segít nekem. Alig telt el azonban két vagy három perc, már hallottuk is csornoki ideges tülkölését a ház előtt. Feleségem, aki éppen, hogy befejezte a maga toalettjét, gyorsan kivette szekrényemből azt a nejlon zsákot, amelyben a frakkom lógott, és azzal adta ide, hogy vegyen fel gyorsan a nadrágot, amíg ő előveszi a frak inget és a fehér nyakkendőt. Gyorsan bebújtam a nadrágba, az asszony jött is már, az ingel, azt is felvettem. Ő meg elkezdte a bajlódást a gombokkal és a nyakkendővel. Ment is volna minden simán, ha a ház előtt újra meg nem szólal. Csornaki tülkölése. Ez annyira az idegeinkre ment mindkettőknek, hogy jó néhány percbe telt, ami végre egyesült erővel, nem minden szóváltás nélkül, készen lettünk. Gyorsan magamra vettem a frakkot, és már indultunk is is zsörtörödött egy kicsit, hogy a végén még elkésik miattunk, én mentegetőztem, hogy Nagy Ivánnal későbbre állapodtunk meg, és ezzel a dolog el volt intézve. A fogadáson rengetegen voltak. A követ, Kodály tiszteletére külügyeseken és diplomatákon kívül a zenei és a színházi élet számos képviselőjét is meghívta, és természetesen egy sereg újságírót is. Feleségemtől mindjárt az elején elszakadtam, Őt a követné elvitte magával, hogy összeismertesse a diplomata feleségekkel, én elmerültem a tömegben. Ismerettségem még kevés volt, néhány külügyes, néhány magyar. Azokat próbáltam megkeresni, de a feladat nem bizonyult könnyűnek. Mindhárom helyiség annyira tele volt, hogy a nagy tömegben csak nehezen lehetett mozogni. Itt-ott mégis találtam egy-egy ismerős, de alig váltottam valakivel néhány szót, a tömeg már is elsodort bennünket egymástól. A nagy tömkelekben két-három lépésnyire tőlem feltűnt nekem egy a körülményekhez képest szerényen öltözött, középkorú hölgy, aki határozottan ez volt az érzésem állandóan engem fixírozott. Nem tudtam, mire véljem a dolgot, és éppen el akartam fordulni, hogy tekintetét kikerüljem, amikor a hölgy odafurakodott mellém és megszólalt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. XY vagyok, a XY című lapmunkatársa. A hölgy nevét nem értettem meg, de a lap, amelyet megnevezett, az egyik legelterjedtebb bulvárlap volt. Szabad megkérdeznem, hogy uraságod milyen hangszeren játszik? Először azt hittem bolond. De pillanatok alatt ráeszméltem, hogy kodály fogadásán vagyunk. Nyilván úgy gondolja, hogy itt a vendégek nagy része is zenész. Megmondtam neki, hogy téved. Nem zenész vagyok, hanem diplomata, civilben pedig, történelem professzor, és bemutatkoztam neki. A hölgy furcsa, szinte gúnyos mosolyjal fogadta felvilágosításomat, majd néhány percnyi udvarias társalgás után elköszöntünk egymástól és elmerültünk a tömegben. Mindebben semmi különös nem lett volna, ha az a gúnyos mosoly az egész beszélgetés alatt ott nem ül az arcán. Emiatt azonban maradt bennem valami kellemetlen érzés. Hamarosan felfedeztem, hogy az egyik ablaknál nincs olyan tolongás, arra felé furakodtam, és csak amikor kijutottam a tömegből, vettem észre, hogy az ablak mélyedésben két magyar áll és beszélget, mégpedig éppen azok közül, akiknek a társasága a legkevésbé volt kívánatos számomra. Követségünk egyik rossz szelleme, száz tanácsos, és az amerikai magyarok egyik legsötétebb alakja, Borsi Kerekes, az amerikai magyar fasiszták egyik vezére. Legszívesebben visszafordultam volna, de már késő volt. Száz észrevett, a tőle megszokott mézes-mázos modorban üdvözölt és invitált, hogy csatlakozzam hozzájuk. Kelletlenül bár, odaléptem hozzájuk és kezeltem velük. Már csak ez hiányzott nekem. Savanyú lett a szája íze arra a gondolatra, hogy most, ha csak néhány percig is, ezzel a két csirkefogóval leszek kénytelen bátsevegni. De ami következett, az még a vártnál is rosszabb volt. Mi jutott eszed be, Endre bácsi? kérdezte száz gúnyos mosolyjal. Te zsaketben jöttél? Magamra néztem, és hideg futott végig a hátamon. Fejemhez kaptam. Feleségem a nagy sietségben nyilván összezavarta a nejlon és a frak helyett a zsakettet adta rám. Mit tehettem? Elmagyaráztam nekik, hogy történt ez a félreértés. A két gézengúz kárörvendő képpel hallgatta szavaimat. Take it easy, mondta száz vigyorogva. És más témára terelte a beszédet. Néhány percig még beszélgettem velük, helyesebben hallgattam, amit ők beszélnek, bár egy szó nem sok annyi sem hatolt belőle a tudatomig, aztán továbbáltam. A fejem majd szétpattant. Mit csináljak? Keresse meg a feleségemet, és menjünk azonnal haza lehetetlen. Ezzel magam terelem magamra a figyelmet. Azok a diplomata asszonyok, akikkel beszélget, azonnal észrevennék a dolgot, és nevetnének rajtunk. Arról nem is szólva, hogy nekem, mint a fogadást adó követség diplomatájának, eltávozni, mielőtt a vendégek elmentek volna, súlyos udvariatlanság lenne. Tűnjek el én magam angolosan, és hagyjam itt a feleségemet? Ugyancsak abszurdum. Feleségem halára ijedne. Hogy hova lettem. A követ, meg a többiek, nem tudva mire vélni a dolgot, utána járnának, hogy mi történt velem. És így utólag mindenki megtudná, és köznevetség tárgyává válnék a követségen. Végül is arra a megállapításra jutottam, hogy legokosabb, ha nem csinálok semmit, kivárom a fogadás végét, mintha mi sem történt volna. Ebben a nagy szorongásban az emberek alig látnak más, mint beszélgető partnereik arcát, így nem valószínű, hogy az én öltözködésemre ügyet vetnének. Legrosszabb esetben is egy-kettő, ha észre fogja venni. Még mindig jobb, mintha magam hívom fel magamra a figyelmet azzal, hogy idő előtt elmegyek. Így is tettem. Egy szörnyű óra következett. Igyekeztem úgy mozogni a tövekben, hogy mindig ott legyek, ahol legnagyobb a szorongás. Így volt a legkisebb lehetősége annak, hogy a ruhámat észrevegyék. Egy néhányszor megtörtént ugyan, hogy egyik vagy másik vendég furcsa szemeket vetett rám, ilyenkor szerettem volna a föld alá süllyedni, de hogy mit álltam ki ez alatt az óra alatt, arról jobb nem beszélni. A vendégek végül is kezdtek el szállingozni. Ekkor következett számomra az igazi pokol. Amilyen mértékben ritkult a tömeg, olyan mértékben nőtt az izgalmam, hogy észrevesznek. De csodálatos módon minden a legsimábban zajlott le a távozó vendégek a búcsúzással, a követségiek pedig a vendégek kikísérésével voltak elfoglalva, rám ügyet sem vetett senki. Amikor a vendégek már mind elmentek, és mi követségiek magunkra maradtunk, a követ odalépett hozzám. No, gondoltam, most jön a haddáhad. A követ belém karolt. Gyere, Endre bátyám, ígyunk meg nyugodtan egy pohár bort, és harapjunk valamit. A sok vendégtől egész este nem jutottam hozzá, hogy egy falatot lenyeljek. Nyilván te is így vagy vele. Leültünk az oldalsó szobában egy kis asztalka mellé. A többiek is letelepettek az asztalokhoz. Az egyik pincér bort és szendvicseket szolgált fel, és jó negyed órát arról beszélgettünk, hogy milyen jó sikerült a fogadás. Ki mindenki jött el a meghívottak közül, hány miniszter és államtitkár volt jelen, miket mondtak, és így tovább. Rólam és öltözékemről senki sem ejtett szót, én is bölcsen hallgattam. Aztán hazamentünk. Nagy Iván vitt haza a kocsiján. Ő sem hozta szóba a dolgot, nyilván nem vette észre. De én csak nem tudtam megnyugodni. Még mindig rémeket láttam. Mi lesz, ha az újságírónő kiszerkezt a lapja társaság rovatában? Egész Washington rajtam fog mulatni. Hazaérve feleségem gyanakvó szemeket vetett rám. Mi van veled az ég szerelmére? Úgy nézel ki, mintha a vadalmába haraptál volna. Mondtam, hogy ne így ásokat. Elmondtam neki, mi történt. Próbált megnyugtatni. Nem lesz az egészből semmi. Magad mondod, hogy alig vett észre valaki. Az is, aki észrevette, holnapra elfelejti. Én egyáltalán nem voltam ebben olyan biztos. Ismertem az amerikai újságírókat. Az újságírónő meg voltam győződve nem fogja elszalasztani az alkalmat, hogy lapjának ilyen pikáns kis szenzációval kedveskedjék. Ha viszont ez megtörténik, micsoda szégyen az egész követségre. Mit fog szólni a követ? És mit fognak szólni oda-haza, ha megtudják, hogy én, a kommunista diplomata, ilyen szégyent hoztam az országra? Egész éjjel nem hunytam le a szemem. Azon törtem a fejem, hogy mit csináljak. Hallgassak és megadva magamat a sorsnak, várjam a fejleményeket? Vagy álljak oda reggel a követ elé, és mondjak el mindent, hogy legalább tőlem tudja meg, és ne az újságból? Végül is ez utóbbi mellett döntöttem. A szívem hevesen vert, amikor a követ szobájába léptem, de erőt vettem magamon. A követ komoly arccal és nagy figyelemmel hallgatta végig beszámolómat, de amikor a végére értem, jó ízűen felkacagott. Drága Endre bácsi, mondta, gyengéden megveregetve a vállamat. Kívánom neked, hogy egész diplomata pályafutásod alatt soha ennél nagyobb bakot ne lőj. Most pedig, hogy a lelked is megnyugodjék, javaslom, ígyunk rá egy konyakot. Csornoki Viktor arcképe. Csornoki Viktor esete mondhatni egyedülálló a diplomácia történetében. Csirkefogókban a diplomácia történetében nem volt hiány, de olyan csirkefogót, amilyen ez a Csornoki Viktor volt, keveset látott még a világ. Amikor 1946. január 2-án Párizsba érkeztem, Csornokit még ott értem. Másnap repült Washingtonba. Nem egyedül utazott. Mivel felesége várandós volt és már a hetedik hónapban járt, őt nem vitte magával. Otthon hagyta a szüleinél, azzal, hogy márciusban majd hazajön érte, és kiviszi a gyerekkel együtt. Felesége helyett viszont két nőt is vitt magával, egy Katica nevű parasztlányt, Tildiék volt háztartási alkalmazottját, és egy Gordon Erzsi nevű fiatal nőt, Tildi volt titkárnőjét. A háztartási alkalmazottat Tildiné ebben a minőségében engedte át a lányának, a Gordon lány titkárnői szolgálatairól pedig Tildi mondott le a veje javára, bár én sehogy sem értettem, miért kellett Csornakinak saját költségére személyi titkárnőt kivinnie, amikor a követségen is volt két titkárnő, egy magyar és egy amerikai, akiket még a régi horti féle követségtől örököltünk, és mi is vittünk magunkkal két magyar gépírónő titkárnőt. Lábjegyzet Később megtudtam, hogy Gordon Erzsi hozzátartozói a nácik haláltáboraiban pusztultak el. Brazíliában élő nagybátyjához akart kivándorolni, aki washingtoni tartózkodását is finanszírozta. Ezért vállalta ideiglenesen, fizetés nélkül a titkárnői teendők ellátását csornoki mellett azt remélve, hogy Washingtonban sikerül majd beutazási vízumot szereznie Brazíliába. Lábjegyzet vége. Párizsba érkezésem napján felkerestem néhány percre a szobájában. Amikor beléptem, éppen telefonált. Megütötte a fülemet, ahogy a nevét a telefonba bemondta. A telefon bemutatkozásnál ugyanis nem követségi tanácsnoknak, hanem követ helyettesnek nevezte magát. No, gondoltam magamban, egy már bizonyos. A szerencség nem tartozik ennek az embernek az erényei közé. Hogy ezt nem csak én láttam így, arról ugyancsak hamarosan meggyőződhettem. Néhány nappal csornoki távozása után ottani ügyvivőnkkel, Nemes Tótival ebédeltem. Beszélgetés közben csornokira terelődött a szó. Mint hogy jól ismerte, megkérdezte, mi a véleménye róla. Egy mondatban jellemezhetem, Mondta nemes Tóti. Csornoki az az ember, aki az órájára néz és azt mondja, Istenem, már háromnegyed van, és én még mindig csak tanácsos vagyok. Washingtonba érve, Csornokit nem találtam ott. Mint tervezte, hazament a feleségéért, és március végére várták vissza. Ezt Nagyivántól tudtam, aki erről a gentlemanről mindjárt egy-két jó kis plegykával is szolgált. Az egyik egyben a Gordon Erzsivel kapcsolatos rejtély magyarázatát is megadta. Csornoki már kintartózkodása első hetében mindkét magával hozott nővel megpróbált kikezdeni, de mindkét esetben sikertelenül. Katica egyszerű parasztlány volt, de megvolt a maga paraszti esze. Nem azért jött ki Amerikába, hogy a gazdájának a szeretője legyen, hanem azzal az elgondolással, hogy előbb vagy utóbb majd férhez megy valamilyen gazdag vagy jól kereső amerikaihoz, és ott marad, csornoki próbálkozását radikálisan intézte el. Ő maga mesélte el a dolgot a követség egyik tagjának. Csornoki mindjárt az első éjszaka bement hozzá, és megpróbálta rábeszélni, hogy feküdjön levele. De ő nem volt hajlandó. Csornoki akkor megpróbált erőszakkal célhoz jutni, mire Katica a megkísérelt tetlegességre tényleges tetlegességgel válaszolt. Lemértem egy jókora pofont a képviselő úrnak, magyarázta el az önérzetes alföldi lány csatanos rövidséggel a követségi beosztotnak. Csornoki barátunk persze, akinek egész karrierjét a tildi dinasztiához tartozása határozta meg, ezek után jobbnak látta bölcsen visszavonulást fújni. Nehogy a lány a feleségéhez vagy az anyósához forduljon panasszal, ami számára végzetes következményekkel járhatott volna. Néhány nappal később a Gordon line próbálta elcsábítani. Ez az eset nem volt ennyire egyszerű. Ő ugyanis Csornokinak nem csak szerelmi ajánlatát utasította vissza, hanem lakásából is azonnal elköltözött, bérelt valahol egy olcsó kis szobát. Mint hogy azonban tartózkodási engedélyt csak, mint a követség alkalmazottja kapott, a követséget nem hagyhatta ott? Március második hetében Csornoki családjával együtt megérkezett. A követség, ahol eddig csend és nyugalom uralkodott, néhány napra hangos lett. Csornoki itt, csornoki ott, mindenütt csak őt lehetett látni és hallani. Nagyon hangos a barátunk, jegyezte meg egy alkalommal Nagy Iván. De ez érthető is. Azt hiszi, ha kiabál, nem halljuk meg azt, amit halkan beszélnek róla. Elmondta, biztos forrásból tudja, hogy amikor Csornoki a feleségével és a gyerekkel vonaton kiutazott Magyarországról, hegyes halomnál a vámosok a diplomata útlevél ellenére felnyitották a podgyászát, ami teljesen szokatlan dolog. Nyilván jó hírszolgálatuk volt, mert Csornoki egyik bőröngyében több ezer dollár értékű bélyeget találtak, amit ki akart csempészni. Ha nem a köztársasági elnök vejéről lett volna szó, nyilván börtönbe került volna. Így csak a bélyegeket kobozták el. Csornokinak a követségen belüli hangos aktivitása csak néhány napig tartott. A következő hónapok folyamán viszonylag ritkán láttam, csak nem mindig úton volt. A követség többi tagjai aránylag keveset utaztak, mert számoltak azzal, hogy az utazgatásoknak anyagi kihatásai, az egyszerre a követség rendelkezésére álló összegeknek pedig szigorúan meghatározott keretei vannak. Ha valaki túl gyakran fordult a követhez utazási engedélyért, nem egyszer udvarias visszautasításra talált. Csornoki azonban kivétel volt. A köztársasági elnök vejének kérését a követ nyilván nem tartotta illendőnek megtagadni. Sokáig fogalmam sem volt róla, hogy hol, merre jár. Csak annyit tudtam, hogy nincs Washingtonban. Míg aztán egyszer Nagy Iván erről is felvilágosított. Kiderült, hogy csak nem kizárólag a magyar református egyházközségeket járja, ahol mint a református lelkész és köztársasági elnök vejét mindenütt szeretettel és lelkesedéssel fogadják, meghallgatják a beszédeit és főúri vendéglátásban részesítik. Viktorkánk számára azonban egyáltalán nem a templomi szereplés, sőt, még csak nem is az örökös a fontos. Nem ez az, amit őt a református egyházak felé vonza, hanem egészen más. A református papok mind családos emberek, mindegyiküknek felesége van, nem egy közülük nagyon csinos, és sokuknak szép fiatal lánya. Viktor barátunk nagyon ért hozzá, hogy kell az ilyen jámbor, vidéki nőcskéknek imponálni, és csak azt nem fekteti le közülük, akit sem szép szóval, sem egy kis erőszakoskodással nem sikerül a lábáról lekapnia. Időnként, amikor éppen Washingtonban tartózkodott, Csornoki bebenézett hozzám a követségen egy kicsit elbeszélgetni. A beszélgetés csak nem kizárólag politikai témákról folyt. Valóságos kis előadásokat tartott nekem a koalíció szükségességéről, Puszkon magyarázta, milyen lelkes híve ő a kommunistákkal való együttműködésnek. A mi pártunkban is, a tietekben is vannak, akik fondorkodnak a koalíció ellen, szokta mondogatni. Nekünk, akik tudatában vagyunk annak, hogy ez az egyedüli helyes út, össze kell fognunk, hogy a koalíciót minden körülmények között megvédjük. Te meg én, Endre bácsi, ha hazakerülünk, közös erővel sokat tehetünk majd annak érdekében, hogy pártjaink erről a helyes politikai vonalról le ne térjenek. Az első perctől világos volt előttem, hogy ezeknek a koalíció párti áradozásoknak mi a céljuk. Viktor barátunk nyilván meg volt győződve arról, hogy titkos jelentéseket küldök Rákosinak, melyekben többek közt a vele folytatott beszélgetésekről is beszámolok, és úgy gondolta, nem árt, ha így módon szerez magának jó pontot a kommunista párt vezetőjénél. De annyit már én is megtanultam a diplomáciából, hogy az embernek nem szabad elárulnia, amit gondol. Nagy figyelemmel meghallgattam áradozásait, szorgalmasan bólogattam hozzá, és ismételten kifejeztem, mennyire örülök, hogyha nem is azonos a világnézetünk, de a nagy politikában egy véleményen vagyunk, ilyenkor melegen szorongatta a kezemet. Egy ideig a derék férfiú elégedetten ringathatta magát abban a hídben, hogy sikerült a kommunistákat félrevezetnie, míg aztán egyszer őkelme annyira elgaloppírozta magát, hogy ez a kétszínű játéka teljes mértékben lelepleződött. Egy reggel bejött hozzám. Egy kérésem volna, Endre bácsi. A Trentoni magyar reformátusok meghívtak, hogy jövő vasárnap mondjak beszédet a templomukban. A beszédet meg is írtam, és azt hiszem, sikerült a koalíció politikájának lényegét az itteni magyarság számára helyesen és közérthetően megmagyaráznom. Nagyon leköteleznél, ha elolvasnád és megmondanád róla a véleményedet. De őszintén és szigorúan, hogy nincs -e benne valami politikailag helytelen fogalmazás. Én azt hiszem nincs, de hát ugyebár több szem többet lát. Kérését készséggel teljesítettem, és a beszédben semmi kivetni valót nem találtam. Fejtegetése elejétől végig korrekt volt. Ezt meg is mondtam neki, sőt megköszönte. Igazán nagy szívességet tettél nekem, Endre bácsi. Most már teljesen nyugodt vagyok, hogy nem lesz semmi hiba. Annál is inkább, mert még a hét folyamán futárpostát indítunk haza, és a beszéd szövegét azzal akarom hazaküldeni, tekintve, hogy a következő futár csak egy hónap múlva megy. Trentonból visszaérkezve Csornoki eldicsekedett, hogy milyen nagy sikere volt a beszédével. Sok százan gyűltek össze a templomban, lelkesen fogadták, és a beszéd szemlátomást nagy hatást tett rájuk. Amikor néhány nappal később kezembe került a Trentonban megjelenő magyar újság legfrissebb száma, kisé csodálkoztam, hogy a beszéd szövegét nem hozták le, ahogy általában szokásos volt, hanem csak néhány mondatban emlékeztek meg róla. De még sokkal nagyobb volt csodálkozásom, amikor a Katolikus Magyarok Vasárnapja című Szenylap legközelebbi számában Csornoki, Trentoni beszédének teljes szövegével találkoztam. Hihetetlennek tűnt már az is, hogy ez a bigott katolikus lap ennyi helyet szenteljen egy református összejövetelnek, de még inkább, hogy teljes szövegében leközöljön egy olyan beszédet, amely a mi koalíciós politikánkat dicsőíti. Elegendő volt azonban egy pillantást vetnem a szövegre, hogy mindent megértsek. Ez nem az a beszéd volt. Kommunista ellenes sablonok és rágalmak tömege. A katolikus vezetők nyilván rég az alkalmat, hogy református kollégáiknak és az azokkal bratyizó csornokinak borsot törjenek az orra alá. És sejtve, hogy csornoki kettős játékot űz, kiküldték a maguk emberét Trentonba, Legyors írták a beszédet és közzétették. Gordon Erzsi, aki csornoki és borsodi számára dolgozott, többször panaszkodott nekem, hogy mindketten elhalmozták munkával, és bár semmi díjazást nem kap, még túloráztatják is, ráadásul pedig durván bánnak vele. Egy nap aztán azzal állított be hozzám, hogy búcsúzni jött, mert ezt a kényszer munkát és megaláztatást nem hajlandó tovább elviselni sikerült elhelyezkednie a kínai követségen, ahol munkáját meg is fizetik, és tartózkodási engedélye ügyét is elintézték. A követ, akinek távozását bejelentette, nem tartóztatta. 1946. decemberében Csornakit végleg hazarendelték. Ő maga azt terjesztette, hogy ez saját kívánságára történt. Állítólag felszólítást kapott, hogy válasszon. Tekintettel arra, hogy ő országgyűlési képviselő, és egy legutóbb hozott törvény értelmében a diplomáciai szolgálat a képviselőséggel összeférhetetlen, vagy az egyikről, vagy a másikról le kell mondania. És ő a képviselőséget választotta. Jól tudtam, és a követ, meg a többi beosztottak is tudták, hogy ez nem igaz. Hogy a képviselő urat viselte dolgai miatt kellett a követségről eltávolítani de kifelé ezt elhallgatták. Szegedi Maszák búcsú vacsorát rendezett csornoki tiszteletére. A vacsora szűk körű volt. A követség tagjain kívül csak az amerikai magyarság néhány képviselőjét hívták meg, véletlenül éppen a szélső jobboldaliakat, Borsi Kerekest, Kerekes Tibort és még egy-két hasonló népvezért. Magyarországra való hazatérése után Csornoki egy ideig, mint ügyvéd, gazdapárti képviselő és a Demokrácia című napilap szerkesztője működött. Anyósa, Tildiné kíséretében, 1947 tavaszán tett amerikai látogatásáról más helyen számolok be. 1947 őszén kinevezték követnek Kairóba. Ezt a küldetését két dologra használta fel megpróbálta megszervezni Tildi köztársasági elnök kiszöktetését Amerikába, és eladta a magyar külügyi szolgálat rejtjel titkát az amerikaiaknak. Sötét üzelmeit azonban idejében sikerült leleplezni. Bíróság elé került, és 1948 nyarán akasztófán végezte becstelen életét. Csornokit itt a legsúlyosabb bűncselekmény hazaárulás miatt ítélték halára. Néhány héttel kivégzése után tudtam meg, hogy lelkiismeretét, ha ilyen egyáltalán volt, még egy szörnyű bűncselekmény terhelte, amelyre ugyan a büntető törvénykönyvben nincsen paragrafus, csak az erkölcs törvénykönyvében, de amely szerintem egymagában is elég ok lett volna arra, hogy felakasszák. Amikor 1948 őszén Budapestről, ahová jelentéstétel véget haza rendeltek, Washingtonba visszatértem, egy napon felhívott telefonon Mr. Brack New Yorkból. Kért, hogy amikor legközelebb New Yorkban leszek, keressem fel. Mr. Brack magyar származású amerikai üzletember volt. Ő volt a tulajdonosa annak a nagy csomagszállító vállalatnak, amelyet még az első világháború után egy Padlow nevű amerikai kapitány alapított, és amelynek fő tevékenysége a második világháború után abban merült ki, hogy a magyar kormányjal kötött megállapodás alapján vámmentesen szállított használt ruhát, illetve fehér neműt tartalmazó csomagokat amerikai magyaroktól, otthoni hozzátartozóiknak, vám alá eső cikkek küldése esetén pedig a feladó amerikai magyar a vámot nála fizethette be dollárban, úgyhogy hazai rokona a csomagot vámfizetés nélkül kaphatta kézhez. Bár nem is sejtettem, mit akarhat tőlem, Mr. Brack, kérését teljesítettem. És legközelebbi New Yorki tartózkodásom alkalmával együtt ebédeltem vele egy magyar vendéglőben. Breck úr nem volt diplomata, nem sokat teketóriázott, hanem mindjárt a tárgyra tért. Azért kértem ezt a találkozást, hogy tájékoztassam követurat bizonyos tényekről. Erre két okból van szükségem. Egyrészt tartozom magamnak azzal, hogy cégem és a magam hírnevét a rám szólt rágalmakkal szemben megvédjem, másrészt tartozom a magyar kormánynak és magyar közvéleménynek azzal, hogy az objektív igazságot velük megismertessem. A magyar lapokban láttam, hogy a csornoki ügyel kapcsolatban az én nevemet is emlegetik. Úgy írnak rólam, mintha a csornoki cinkosa lettem volna. Nos, kedves uram, azok a félreérthetetlen célzások, illetve egyenes gyanúsítások, mintha nekem csornokival közös üzleteim lettek volna, minden alapot nélkülöznek. Mr. Csornaki, Isten nyugasztalja, utolsó csirkefogó volt, aki nem csak a magyar kormányt vezette félre, lopta meg és árulta el, hanem bennünket is. Engem és az itteni magyar kolóniát aljas módon megsarolt. Amikor megtudta, hogy tárgyalásokat folytatok a magyar kormányjal arról, hogy a Magyarországra irányuló csomagoknak itteni vámkezeléssel való küldésére Kizárólagos jogot adjanak. Ez még Csornoki Magyarországra való visszatérése előtt, azt közvetlenül megelőzőleg történt. Csornoki úr felkeresett. Mindenek előtt közölte velem, biztos tudomása van arról, hogy ügyem rosszul áll. A kért kizárólagos jogot nem szándékoznak nekem megadni. Ugyanakkor értésemre adta, hogy ő az otthoni legfelsőbb körökben élvezett befolyásának felhasználásával ki tudná eszközölni azt, hogy az illetékes szervek álláspontjukat megváltoztassák, és az engedélyt megadják. Meg sem várta, hogy én tegyek ajánlatot neki, minden álszemérem félretételével megszabta feltételeit. Ő kiárja, hogy a kizárólagossági jogot megkapjam, én viszont a cégünkön keresztül menő minden csomag után fizetek neki 25 centet. Ezt a szemérmetlen ajánlatát bevallom, felháborodással és undorral fogadtam, de mit tehettem? Az üzlet ugyebár üzlet. Választanom kellett. Az engedély megtagadása cégem teljes csődjét jelentette volna. Kénytelen voltam belemenni. Mint hogy ezt a hallatlan megterhelést az üzlet nem bírta volna ki, hiszen az, amit a cég egy-egy csomagon keres nem sokkal több 25 centnél, a feladók által fizetett díjat ezzel a 25 centtel meg kellett emelnünk, úgyhogy a tisztelt csornoki úr ezt a pénzt egyenesen az amerikai magyarok zsebéből lopta ki. Ezek a tények. Ha elítélnek az urak azért, hogy az üzlet érdekében ezt az alkut megkötöttem, ez az önök dolga. De hogy én azzal az akasztófa virággal egy követ fújtam volna, és a magyar kormány ellen bármit is cselekedtem volna, az, uram, nem áll ellenkezőleg. Ez a csirkefogó engem is megzsarolt, én is az ő áldozata voltam. Ezek után azt vártam, hogy Breck úr leszállítja majd a csomagok küldési díját azzal a 25 centtel. Ez nem történt meg. De a magyar kormány levonta az eset konklúzióját, a Breck céget felváltotta az IKKA. Kulturális ügyek Mint kulturális atasénak első hivatalos szereplésem azon az összejövetelem volt, amelyet a State Department kulturális osztálya rendezett a Washingtonban működő követségek kulturális ataséi részére. Az összejövetelt délután tartották egy hivatali épület előadótermében. Fogalmam sem volt arról, hogy kell-e az ilyen alkalmakra formális öltözék vagy sem, és ha igen, milyen a meghívón erre vonatkozólag semmiféle utalás nem történt. Attól, hogy a követség valamelyik tagjához forduljak tanácsért, elhatározásomhoz híven tartózkodtam. Végül is úgy döntöttem, hogy formális ruhát nem veszek fel, ha egyszer ilyet nem írtak elő, viszont a nagy hőség ellenére fekete utcai ruhában megyek. Ezzel az elhatározásommal nem kis gyötrelemre ítéltem magamat. Nem tudom, csodálkozáson vagy bosszúságon volt-e nagyobb, amikor az előadó, az Egyesült Államok kereskedelemügyi minisztere, hogy miért éppen a kereskedelmi minisztert kérték fel előadást tartani a kulturális kérdésekről, azt csak a jó Isten tudná megmondani. Belépett a terembe, felment a dobogóra, majd levetette az akóját, és ing újban tartotta meg előadását. A követ által engedélyezett két hét elteltével neki láttam a munkának. Mint fentebb már beszámoltam róla, a külügyminisztérium is, a kultuszminisztérium is két feladatot jelölt meg számomra, mint legsürgősebbet: a kulturális csere és a diákcsere megindítását. Soron következő feladatomnak tehát a kulturális csere megszervezését, illetve a háborús évek alatt Amerikában megjelent tudományos, elsősorban orvosi könyvek beszerzését tekintettem. Mindenek előtt úgy gondoltam, mielőtt bármilyen lépést tennék, illendő ellátogatnom a State Department kulturális osztályára. Az osztály vezetője íróasztalánál ülve fogadott, nekem a szemben levő széken kínált helyet. Lábait az asztalra téve és szünet nélkül gumit rágva tárgyalt. Elmondtam, hogy tudományos, főleg orvosi könyveket szeretnék kapni Amerikából. Hát még mindig nem kaptak eleget? kérdezte megütközve. Hiszen már több ízben küldtünk maguknak. Csak hogy nem vagon számra? Itt valami félreértésről lehet szó, vetettem ellen. Mi eddig Amerikából még semmiféle könyvet nem kaptunk. Ám ő egyre csak erősítgette, hogy éppen a héten indították el részünkre a nem is tudja hányadik könyv szállítmányt. A rejték hamarosan megoldódott, Kiderült, hogy valóban több ízben küldtek könyveket. Bécsbe. A jó ember azonosította Magyarországot Ausztriával, és nagyon csodálkozott, amikor megmagyaráztam neki, hogy ennek a két országnak immár közel 30 esztendeje semmi köze sincs egymáshoz. Aztán kijelentette, hogy a volt ellenséges országoknak egyelőre nem küldenek könyveket. Mint hogy tehát a State Department segítségére nem számíthattam, magam láttam neki a feladat megoldásának. Végig jártam a könyvtárakat és a tudományos intézeteket, előbb Washingtonban, majd jó néhányat New Yorkban is, és meg kell mondanom, mindenütt a legszívélyesebb fogadtatásban részesültem, és nagy segítőkészséget tapasztaltam. Azokkal az intézetekkel és könyvtárakkal, amelyekkel a háború előtt csereviszonyban voltunk, a kapcsolatot minden nehézség nélkül sikerült helyreállítani, számos továbbival pedig új kapcsolatot létesíteni. Aztán, mivel a háború alatt megjelent orvosi könyvek bírtak számunkra a legnagyobb jelentőséggel, érintkezésbe léptem különböző orvos egyesületekkel, melyek készséggel megtettek mindent, hogy az orvostudománynak a háborús évek alatt nyugaton elért rohamos fejlődését a magyar orvosi kar számára elérhetővé tenni segítsenek. Különösen sok értékes modern orvosi szakkönyvet gyűjtöttek össze számunkra a newyorki magyar orvosok. Másik fő feladatomat, a diákcsere megindítását nem tudtam teljesíteni. Több ízben tárgyaltam ebben a kérdésben a State Department kulturális osztályával, a Washingtoni American University és a New Yorki Columbia Egyetem vezetőségével, úgy szintén az Institute of International Education vezetőjével, de mindenütt ugyanazt az elutasító választ kaptam. A diákcsere újbóli megindítását ők is nagyon fontosnak és kívánatosnak tartják, de azokkal az országokkal, amelyek az Egyesült Államokkal hadi állapotban voltak, a diákcserét egyelőre nem szándékoznak felújítani. Később majd annak is eljön az ideje. A Külügyminisztérium kulturális osztályától utasítást kaptam, hogy próbáljak elhelyezni magyar irodalmi műveket, regényeket, novellásköteteket amerikai kiadóknál. Mint az amerikai viszonyokat még nem ismertem, nem tudtam, hogy fogjak hozzá a dologhoz. New Yorki barátainkhoz fordultam, akik felajánlották, hogy összehoznak egy doktor Pauker nevű magyar származású irodalmi ügynökkel, aki az amerikai könyvkiadásnak minden csinyát bínyát jól ismeri. Dr. Paukerral először telefonon beszéltem. Amikor röviden elmondta, miről van szó, meghívott, keressem fel az lakásán, és majd elbeszélgetünk. Felkerestem, és két óra hosszat beszélgettünk. Helyesebben szólva, ő tartott nekem egy kétórás előadást az amerikai könyvkiadás titkairól. Elmondtam neki, hogy elsősorban kiváló magyar írók, Kosztolányi, Nagy Lajos és mások válogatott novelláit szeretném Amerikában kiadatni. Ez sajnos nem megy, rázta a fejét. Amerika szerte több olyan havonként vagy hetenként megjelenő folyóirat van, amely kizárólag novellákat, úgynevezett short storykat közöl. Nos, az amerikai olvasó gondolatmenete a következő. Miért fizessek én egy író 15 novellájáért 3 dollárt, amikor 25 centért megkaphatom 25 író 25 különböző novelláját? Külföldi novella írók közül amerikai kiadók legfejebb olyan szerzők műveit adják ki, akiknek neve világszerte ismert, Csehovét, Mopassanét, Stefan Zweigét, de azokat is csak módjával. Próbálta meggyőzni Mr. Paukert, hogy Kosztolányi vagy Nagylajos világviszonylatban is elsőrangú író, de ő legyintett. Annak, uram, a kérdés lényegét tekintve semmi jelentősége nincs. A mű irodalmi értéke az amerikai kiadót egyáltalán nem érdekli. Neki csak egy szempontja van. Lehet-e számítani arra, hogy a könyv nagy példányszámban el fog kelni? Mielőtt egy könyv kiadását elhatározná, elküldi annak tartalom kivonatát az ország valamennyi államában működő ügynökeinek, és azok a helyi piacot jól ismerve jelentik neki, hogy az illető államban a szóban forgó könyvből körülbelül hány példány eladására lehet számítani. A kiadó ezekből az adatokból megállapítja, hogy a könyv kiadásában van-e fantázia. Ha igen, lehet az a legnagyobb zagyvaság nem számít. Ha nem, legyen az világirodalmi jelentőségű klasszikus munka, nem adja ki. Aztán azt tanácsolta, hogy inkább regényekkel próbálkozzunk, azokkal esetleg sikerül valamire mennünk. De nehogy Móri Zsigmond vagy más tipikusan magyar szerző műveire gondoljunk, mert az reménytelen lenne. Az amerikai olvasónak olyan regény kell, amely az ízlésének megfelel. Javasolja, hogy adjak oda neki 10-15 regényt, ő majd átnézi és megmondja, lehet-e valamelyiknek esélye arra, hogy amerikai kiadó megjelentesse. Azzal váltunk el, hogy majd küldök neki néhányat az új magyar regényirodalom legjobb alkotásai közül. Röviden ezután, a találkozás után elküldtem neki 10 magyar regényt: Füst Milán, feleségem történetét, Kunc Aladár, Fekete Kolostorát, Kostolányi édes Annáját és hasonlókat. Egy hét múlva megjött a válasz. A könyveket visszaküldte azzal, hogy neki nagy élményt szereztem belük, de bármennyire sajnálja, ahogy ő az amerikai kiadókat ismeri, arra, hogy itt bármelyiket is kiadják, nem lehet számítani. A kapott feladatot így módon sajnálatomra nem tudtam teljesíteni. Még kevésbé volt módonban végrehajtani a kulturális osztály másik utasítását, amelynek illuzórikus, volta annyira kézenfekvő volt, hogy ennek megállapítására nem kellett semmiféle konzultáció. Az osztály vezetője ugyanis nem többet és nem kevesebbet kívánt tőlem, mint hogy vásároljam meg, két-két példányban és küldjem meg az osztálynak az Egyesült Államokban jelenleg használatban levő valamennyi alsó közép- és felső iskolai tankönyvet részletes jelentésben magyaráztam meg, hogy Amerikában egységes tankönyvek nincsenek, minden iskola olyan tankönyvet használ, amilyen akar, minek következtében a tankönyvek úgy szaporodnak, mint a gomba. Így, ha valóban minden tankönyvet meg akarnánk vásárolni, hozzá két-két példányban, ehhez annyi pénzre lenne szükségünk, méghozzá dollárban, hogy a külügyminisztérium egész deviza is kevés lenne. Néhány hete voltam Washingtonban, amikor a követség tagjai meghívót kaptak a Washingtoni Színház egy bemutató előadására. Ennek a szokatlan megtiszteltetésnek különleges oka volt. A darabot ugyanis társszerzőként a magyar Vadnai Károly, a Magyarországon valamikor oly nagy népszerűségnek örvendő két bolondos figura, Hacsek és Sajó megteremtője írta. A színház látogatás számomra megint ruha problémát jelentett. A derék szokolai mester Pesten úgy tájékoztatott, hogy formális öltözékhez speciális felső kabát jár, fehér sállal, amelyet szabó nyelven Chamberlainnek neveznek. Párizsban próbáltam ilyet beszerezni, de nem találtam. Most, hogy színházba készültünk, ahová smokingot kell felvenni, úgy gondoltam, feltétlen szükségem van ilyen felső Végigjártam Végig jártam Washington üzleti negyedét, egyik előkelő szaküzletet a másik után, de a keresett ruhadarabnak nyomát sem találtam. A háború alatt mondták, ilyet nem gyártottak. Végre az egyik üzletben adtak egy címet, hogy ha valahol ott talán megkapom. Hosszas várakozás után a raktárból valóban előkerítettek egyet azzal, hogy több nekik sincs belőle. A kabát vagy két számmal nagyobb volt, mint amilyen nekem kellett volna, olyan vastag és nehéz, hogy amikor magamra vettem, erősen kellett tartanom magamat, hogy összeneroskodjak. És kemény 70 dollárt kértek érte. De hát mit tettem? Te Megvettem. Semmiképp sem akartam kockáztatni, hogy a többiek mind ilyen kabátban jelenjenek meg, és csak én nem. Mondanom sem kell, hogy mire a színházba értem, folyt rólam a veríték. Aztán viszont csak nem kirázott a hideg, mert. Elszörnyedve láttam, hogy se a követségiek, se az egész színházi közönség között nincs egyetlen lélek sem, aki felső kabátban jött volna. Lélek szakadva siettem fel a páholyomba, hogy minél előbb megszabaduljak tőle. 16 éves diplomáciai pályafutásom alatt a továbbiakban sem volt soha szükségem rá. Végérvényesen kiment a divatból. A 70 dollárt elkönyveltem annak a tandíjnak a rovatába, amelyet a szakma elsajátításáért fizetnem kellett. Amerikába indulásom előtt felkeresett régi barátom, Moravcsik Gyula professzor, és megkért, hogy vigyen magammal egy bizáncról szóló tanulmányát, amelyet egy amerikai tudományos folyóirat kérésére írt, és amelyet Amerikából már többször megsürgettek kérését örömmel teljesítettem, és Washingtonba érkezésem után a cikket késedelem nélkül el is juttattam az illető folyóirat szerkesztőségéhez. Néhány nap múlva levelet kaptam a szerkesztőtől, melyben értesített, hogy a cikket köszönettel megkapták, nagyon örülnek neki, és közölni is fogják, de kérnek, juttassam el hozzájuk a cikk angol fordítását. A levélre azonnal válaszoltam. Kértem, fordítassák le ők, és a fordító tiszteletdiát vonják le a szerzői honoráriumból. Erre újabb levelet kaptam, melyben kértek, keressen fel őket személyesen, hogy a fordítás kérdését velem megbeszélhessék. Nem értettem ugyan, mi van ezen megbeszélni való, de meghívásuknak örömmel eleget tettem. A folyóirat főszerkesztője, rokonszemves külsejű idős professzor, igen barátságosan fogadott és közölte velem, hogy ők egyrészt fordításokkal nem foglalkoznak, Másrészt, náluk a folyóiratban közölt cikkekért nem szokás honoráriumot fizetni, sőt, a közlésért legtöbb esetben a szerzők fizetnek a folyóiratnak, de tekintettel Moravcsik professzor személyére, akit mint a bizantológia egyik legkiválóbb művelőjét rendkívül nagyra becsülnek, úgy határoztak, hogy ebben az esetben kivételt tesznek, és a tanulmány lefordításának költségét magukra vállalják. A tanulmányt azzal adta vissza, hogy fordítassam le, és a fordító számláját majd az angol nyelvű szöveggel együtt jutassam el hozzájuk. Megköszöntem a felvilágosítást, lefordítattam a tanulmányt, amely meg is jelent. A fordító a munkájáért 500 dollárt kapott, Moravcsik professzor viszont kénytelen volt megelégedni azzal, hogy művét angol nyelven olvashatta. Dollár kultúra és dollár erkölcs Mint a fentiekből látható, kulturális atasei tevékenységem némi nehézségekbe ütközött. Ezek a nehézségek azonban csak feladatom egyik részének teljesítését akadályozták. A kulturális atasénak ugyanis a hazai kultúra megismertetésén és a kulturális csere szorgalmazásán kívül van egy másik fontos feladata is – megismerni és tanulmányozni a fogadó ország kulturális életét. Feladatomnak ezt a részét akadály nélkül teljesíthettem. Három és fél éves amerikai tartózkodásom alatt bőségesen volt alkalmam betekintést nyerni az Egyesült Államok kulturális életébe. Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, hogy mi az amerikai kultúra fő jellemzője, azt mondanám, kiáltó ellentét egyrésztről a technikai és testi kultúra magas fejlettsége, másrésztről a szellemi kultúra elmaradottsága az általános műveltség alacsony színvonalak között. Hogy az általános műveltség a világ leggazdagabb államában milyen alacsony fokon áll, annak az ott töltött évek alatt megszámlálhatatlan bizonyítékát volt alkalmam megfigyelni. Íme egy-két példa. Washingtonban, a világ leggazdagabb államának fővárosában, 1946-ban, amikor oda kerültem, volt vagy száz mozi, de csak egyetlen színház. 1949 tavaszán azt is bezárták, mert az épület tulajdonosai ragaszkodtak ahhoz, hogy csak fehér közönség látogathassa, az Országos Színész Szövetség azonban, becsületére legyen mondva, ilyen körülmények között nem engedte meg tagjainak, hogy az épületben játszanak. A színházat bérbeadták mozinak, úgyhogy a világ leggazdagabb országának fővárosa színház nélkül maradt. A washingtoniaknak, köztük az ott élő sokszáz diplomatának, ha színházba akartak menni, a várostól 400 km-nyire levő New Yorkba kellett utazniuk. New Yorkban, és másutt, ahol vannak színházak, európai értelemben tulajdonképpen azokat sem lehet színháznak nevezni. Nálunk egy színháznak van igazgatója, egy vagy több rendezője, és vannak állandó színészei. Amerikában színházon általában egy színi előadások tartására alkalmas épületet értenek, amelyet valaki, az úgynevezett producer, kibérel arra a célra, hogy ott előadhasson egy darabot, amelynek előadási jogát a szerzőtől megvásárolta és a rendezőt, meg a színészeket ennek az egy darabnak az előadására szerződteti, bérli, akárcsak az épületet. Ha a darab megbukik, illetve amikor a gyenge látogatottság miatt tovább már nem játszák, a rendező és a színészek más munka után nézhetnek. Igor fiam mérnöknek készült. Washingtonba érkezésünk után, minthogy az ottani műegyetem a jezsuiták kezében volt, Egyelőre beiratkozott az egyetlen valamennyire is haladó szellemű egyetemre, az American University-re, hogy ott fizikát és matematikát hallgasson. Néhány hét után azzal elém, hogy ennek az egyetemre járásnak nem sok értelme van. Legfeljebb az, hogy gyakorolja magát az angolban. Mert amit itt fizikából és matematikából előadnak, azt ő a Szovjetunióban már a középiskolában megtanulta. Az amerikai élet egyik sajátossága a dollár abszolút uralma, az általános dollár imádat. Amerikában mindent dollárral mérnek. Ha valahol új személy jelenik meg a színen, két kérdés érdekli az embereket:: How much is he worth? Mennyi vagyona van? És How much does he make? Mennyit keres? a kulturális életet, az irodalmat és a művészetet is a nyerészkedési szempont irányítja. Azt, amit Mr. Pauker a magyar novelláskönyv amerikai kiadásának kilátástalanságáról mondott, általános érvényű igazságnak lehet tekinteni. Hogy Pauker doktornak mennyire igaza volt, annak illusztrálására álljon itt még egy példa. Egy New Yorki drugstore a trafik, a drogéria, a patika és a büfé sajátos egyvelege, ahol többek között olcsó könyveket is árulnak, kezembe került egy paperback, kemény papír kötésű olcsó könyv, amely a világirodalom remekei hangzatos címet viselte. Felütöttem és elolvastam a könyv néhány soros előszavát, amely körülbelül így szólt. Miért pazarolná ön drága idejét és pénzét vaskos kötetek megvásárlására és elolvasására, amikor ebben a könyvben 25 centért megismerkedhet a világirodalom legfontosabb remek műveivel? És valóban. Ezután a rövid, de velős bevezetés után sorra következnek a világirodalom remekeiről szóló rövid ismertetések. Karenina Anna, egy oldal. Feltámadás, két oldal. Bűn és bűnhődés három oldal. És így tovább. Aki ezt a könyvet elolvassa, nyugodtan elmehet bármilyen irodalmi koktélra, nem fog szégyent vallani. Másik jellemző sajátossága az amerikai életnek az egyformaság. Szabványok nem csak az iparban, hanem a mindennapi és a kulturális életben is. A szabvány jó dolog. Az iparban és ezen a téren a szocialista országoknak, van mit tanulniuk Amerikától. De a művészetben gicset, a mindennapi életben pedig unalmat, egyhangú szürkeséget jelent, a kulturális és szellemi fejlődés kerékkötője. Az amerikai szabványművészet közismert példái az egy kaptafára készülő detektívregények és cowboy filmek. Ami az élet elszabványosítását illeti, engedjék meg, hogy elmondjak egy beszélgetést, amelyet két hónappal Amerikába érkezésünk után 19 éves fiammal folytattam. Igor fiam ekkor már az említett Washingtoni Egyetem hallgatója volt, és szorgalmasan látogatott egy diákklubot. Itt is, ott is persze lányokkal is megismerkedett, egy alkalommal megkérdeztem. Nos, Igor, hogy tetszenek az amerikai lányok? Nem tetszenek. Felelte ajkát bígyeztve. De hát miért nem? hiszen olyan ápoltak, szépek, sokat adnak a külsejükre, és jól öltözködnek. Babák, mondta Igor megvető hangsúlyjal. Hogy, hogy babák? Nagyon egyszerűen. A testük szép, de a lelkük nincs. Mindegy forma. Megismerkedsz velük, mondanak egy sablonos mondatot, valamennyien ugyanazt. Felkéred táncra, meghívod moziba, mindegyik ugyanazzal a mondattal fogadja el, vagy utasítja vissza. Ha beszélgetsz velük, mindegyik ugyanarról beszél. Akármit mondasz neki, mindegyik ugyanazokkal a szavakkal reagál. Babák, ha mondom, nincs lelkük. Egy fából faragottak valamennyien. Bármennyire találó volt is fiamnak ez a megállapítása azokra az amerikai lányokra, akik között ő forgolódott, és bármennyire találó nagy részükre ma is, általános érvényűnek persze nem lehet elfogadni. Azok az amerikai lányok, akik ma ezrével tüntetnek az emberi jogokért és a békéért, egészen más fából vannak faragva. Az elmondottak után az olvasó talán úgy érzi, hogy az a kép, amelyet itt az amerikai kultúráról rajzolok, egyoldalú és így igazságtalan, hiszen tagadhatatlan, hogy Amerika nem egy kiváló tudóst, írót és művészt adott a világnak. Valóban így is van. Egyes kiváló amerikai személyiségek kétségkívül nagy és szép dolgokkal gazdagították az emberiséget. Éppen ezért olyan szembeötlő és bántó az általános műveltségnek az az alacsony színvonala, amelyen lépten nyomon találkozik az ember. És Amerika életére sajnos ma ez a kontraszt a jellemző. A Mark Twainek és Edisonok, -ok, Jack Londonok -ok és Sinclairek Hemingwayek és Millerek példája viszont meggyőzően bizonyítja, hogy a hiba nem az amerikai népben, hanem abban a rendszerben van, amelyben él. Annak a rendszernek, amely a dollár korlátlan uralmán nyugszik, elkerülhetetlen katasztrofális következménye a kulturális elmaradottság.